Jó estét, sziasztok! Az NAC-vel kapcsolatban készített videóban említettem, hogy nem biztos, hogy a legjobb stratégia különféle multivitaminokra költeni a pénzt, és hát a kommentben felismerült egy pár ellenvéleménynek tűnő hozzászólás. Úgy gondoltam ezért, hogy megpróbálom bemutatni azt, hogy miért érdemesebb a pénzt másra költeni, multivitamin tabletták helyett, függetlenül attól, hogy azt multicég gyártja-e, mint mondjuk a centrumot, vagy pedig valamilyen maszek vitamin guru terméke. Az alapanyag így is meg úgy is Kínába jön, sőt az is elképzelhető, hogy eleve ott gyártják készre, és csak a magyar nyelvű csomagolást kapja itthon, bár még ez biztos. Például a legismertebb és talán a legrégibb multivitamin márkát a centrumot eredetileg a Pfizer hozta forgalomba, a cégbe olvadt Wyatt termékeként. Később a terméket átvette a szintén multibrid Glaxo Smith Klein Beachem. Ezt az egész nem azt jelenti, hogy én kijelentem, vitaminokra nincs szükség. Vitaminokra szükség van. Multivitaminokra nincs szükség. Ez egy tipikus Big Pharma OTC profit szerzési koncepció, melyet a farma ellenes vitamin guruk is arcpirulás nélkül átvettek. Ha tehát vitaminokra szükség van, akkor Miért nincs szükség multivitaminokra, és mire költs a vásárló a pénzét ezek helyett? Nos, a mai videóban erről lesz szó. Tehát miért nincs szükség multivitaminokra? Valójában arra nincs szükség, hogy valaki folyamatosan egy meghatározott összetevőkből álló multivitamin tablettát szedjen nap mint nap. Ezek általában egy igen hosszú listát tartalmaznak a bennük lévő anyagokból, melyek mindegyik egész egyszerűen nem lehet alacsony szinten mindenkinek a szervezetében. Így van. Ami következik ebből az, hogy egy csomó ilyen összetevőt adott esetben feleslegesen szednek be az emberek. Sokkal helyesebb eljárásnak tartom azt, hogyha valaki célzottan vesz be kiegészítőt, lehetőleg szakmai háttérre rendelkező dolgokat, és kifejezett céllal, ahogy ezt például az NAC dohányzással kapcsolatos összefüggéseivel kapcsolatban láthattátok a videóban. Az NAC persze nem csak a dohányzás ártalmainak csökkentésére jó, számos más kutatási eredményekkel alátámasztott pozitív hatása van a szervezetre, és nyugodtan fogadhattok arra, hogy az NAC-ről lesz még itt szó, nem is egyszer. Megkockáztatom, ha nekem csak egy kiegészítőt lehetne csak szednem, az az NAC lenne. Na, no, de térjünk vissza a hosszadalmas összetevő listás vitaminokhoz. Ha például megnézzük ezt a centrum nőknek, férfiaknak kombinációs készítményt, ami valami a családi kiszerelés ötlet alapján születhetett meg, gyere anyukám, mind a fogjuk ezt, van itt nőknek, van itt férfiaknak, csak össze ne keverjük, mert még valami baj lesz belőle. Hangsúlyozom, semmi bajom külön a centrummal, azért hozom fel példának, mert felteltőleg ezt mindenki ismeri. Ugyanez vonatkozik bármelyik gyártó, bármelyik termékére. No, nézzük csak meg azt, mert a dobozra azon ír, hogy magas D-vitamin tartalom, A-tól Z-ig, 30 film Na nézzük meg, hogy mi van benne. Hát mindjárt láthatjuk itt a C-vitamint, ami 80 mg-os mennyiségben található meg ebben a készítményben, amiről ők azt írják, hogy 100 -a, a napi szükséges mennyiségnek. Hát tudjuk jól, hogy ez nem így van. Nem is kicsivel többet szoktunk szedni belőle. Na most a D-vitaminról mást mondanak, ott már 10 mikrogramot ajánl, ami az ő táblázatok szerint a napi szükséges mennyiség duplája. Nos, ugye a vitaminadagolást, a D-vitaminadagolást kétféle mértékességgel szokták mutatni. Az egyik a mikrogram, amit itt is látunk, a másik pedig a nemzetközi egység, ami olyan ezres értékek körül nagyságrendben szokott szerepelni, és a COVID kezdete óta tudjuk, hogyan 2000 esetleg e feletti mennyiségeket szedünk az immunrendszer karbantartása érdekében. Hát nézzük meg az átváltást. Egy mikrogram az 40 nemzetközi egység, tehát például egy 5000 egységes készítmény 125 mikrogrammot tartalmaz. Ez azt is jelenti, hogy ez a 10 mikrogram az egészen pontosan 400 nemzetközi egységnek felel meg, és erre ok azt mondják, hogy ez a napidózis duplája, azaz 200 egység a napidózis. Hát lehet, hogy a hivatalos szerveknél még ilyen listák vannak, és a gyártócég szeretne megfelelni ezeknek, ezeknek az elvárásoknak, de valójában azért ez sem olyan dózis, ami ugye ezt a multivitamin tabletta szedést igazolná, ugye, hogy ha csak erre volna szükség, és másra nem. Na de a legriasztóbb mégis az a hosszú lista különféle vitaminokból, ilyen olyan B-vitaminok, niacin, pantoténsav, aztán meg a különböző nyomelemek, foszfor, magnézium, vas, jód, rész, mangán, krom, molibdén, némelyik ugye nehézfém, és azt nem mondom, hogy nem lehet ezekre szükség bizonyos enzimatikus folyamatokban, de honnan lehet azt tudni, hogy ezekre mind egyszerre szükség is van? Ráadásul ez a bizonyos napi szükséges mennyiség százalékban megadva, hát mit mondjuk elég vegyes képet mutat. Látunk itt 200 százalékot, látunk itt 100 százalékot, de van 83 százalék, ezt nem nagyon tudom, hogy miért 33 százalék, 150 százalék, 125 százalék, 27 százalék, 50 százalék, aztán van 100 százalék is. Tehát egész egyszerűen, ha erre egy laikus halandó ránéz, tuti, hogy összezavarodik. De logikusan azt várnánk el, hogyha egy multivitamin beveszek, akkor az van benne, ami nekem naponta kell. De látjuk a C-vitamin és a D-vitamin esetében, hogy ez nem annyi, hanem jóval kevesebb a szükségesnél, hogy az összes többinél meg össze-vissza százalékokat mutat. Ugye valami jóval alacsonyabb, mint a napi szükséglet, száz százaléka, valami még jóval több. És akkor itt föl az ember fel, hogy mit a vezérlő elv? Aztán ugye, aki ilyen kis könyv, típus, az elolvasgatja az összes ilyennek a tájékoztatóját, megnézi a hasonló vitamin készítményeket is, és teljesen más százalékokat lát, meg teljesen más milligramokat lát, vagy mikrogramokat lát a másik termékben, és akkor ugye jön a fejvakarás, meg az űrzavar, ez még kifejezettebbé válik, hiszen az is egy multivitamin. Miért van az egyikben ennyi, miért van a másikban annyi? Na hát aztán inkább zűrzavarhoz vezethet az, hogyha a potenciális vásáró, ugye neki áll összehasonlítani a táblázatot, hogy na mi a különbség a férfiak és nőknek szánt készítmény között vagy mint hogy az e vitamin több lenne a férfiaknak. Hát ezt meg talán még abból a 70-es évekbeli elképzelésből vették, hogy az e vitamin ugye akkoriban az volt az egyetlen ismert antioxidás, mert bizonyos szakemberek összefüggésbe hoztak a keringési betegségekre való kedvező hatással, de azóta ez számos más közleményben cáfalatra került, ráadásul sokkal hatékonyabb antioxidásokat is felfedeztek, illetve azok hatásait vizsgálták, tehát ez a fajta dózis változtatás egy idejét múlt ötleten alapszik. Na tehát, röviden, hogyan lehetne összefoglalni a multivitaminokkal kapcsolatos problémákat? 1. Túl sok komponens tartalmaznak. Ezeknek elvileg egyszerre kellene hiányozni a szervezetből ahhoz, hogy értelme legyen egy ilyen tablettát bevenni. 2. A készítményben található mennyiségek egy ismeretlen vezérlő elv alapján egy teljesen zűrzavaros napi szükséglethez viszonyított százalékos arányt mutatnak, van 200 százalék, 30 és a kettő között minden egyéb. Teljesen érthetetlen, hogy választották ki ezeket a százalékokat. Ha esetleg minden ilyen alkotórész a napi szükséges mennyiség 100 százaléka lenne, akkor esetleg lehetne valamifajta logikát keresni a multivitamin elképzelésben, bár akkor is számos kérdés maradna megválaszolatlanul. Mondhatja valaki, hogy ezt nyilván kutatási eredményekre alapozzák. Hát, hogy ember legyen a talpán, aki 35 összetevő mindegyikére talál szakmai hátteret, és még meg is érti. Nyilván még a gyártónak sincs ilyenje. 3. A bizonyos fontos vitaminok esetében a ma már ismert és elfogadott napi adag alatt maradnak a dózisok, ami azt a téves képzetet kelteti, hogy a múlti beszedésével meg van oldva a kérdés. Ugye, ha azt írják, hogy az adag a szükséges napi adag többszöröse, ez félrevezető lehet a vásárló számára, mivel egyfajta ódon napi mennyiség javaslaton alapszik, amiatt túlhaladott az idő. Tehát a páciens bevesz egy alacsony adagot, és még meg is rettentőle, hogy túllőtte magát C-vitaminnal. Persze lehet azt mondani, hogy igen, hát az ilyen jellegű hatóanyagokat, majd máshogy pótoljuk, majd veszünk külön D-vitamin, meg veszünk külön C-vitamin, meg egy kis azt, egy kis azt, rádobunk pár kanál béres cseppet, milyen jó leszünk. Hát ez megint csak egy komoly számítási munkát igényelne, ugye, hogy valaki az ilyen jellegű anyagi befektetéseit észszerűen tegye meg, nézze meg az átfedéseket, mondjuk egy béres csepp és egy multivitamin között, ugye? Mert nagyon sok van, ez tehát ugye, egy érdekes magyar sajátság egyébként, hogy, hogy, egy ilyen tipikusan kiegészítő típusú készít, mint a béres csepp, annak idején Magyarországon gyógyszerként törskönyvezték. Most ebbe hagyd ne bele. Szóval tételezzük fel azt, hogy az imént elmondottak alapján valaki arra a következtetésre hogy tényleg, hát jobban is el tudom én költeni a pénzem, mint multivitaminokra. Na igen, de akkor mivel vigyük be a vitaminokat a szervezetünkbe, hogyan biztosítsuk a szükséges nyomelemeket? Ugye? Hát először is azon kell elgondolkodni, hogy ezek a nyomelemek és vitaminok valóban azok az anyagok, amelyekre leginkább szükségünk van. Nem lehet, hogy egy kicsit ezeknek a jelentősége túl van dimenzionálva, ahogy adott esetben az ilyen termékek gyártói generálnak. Gondoljunk például arra, hogy vitamin hiányos állapotokról nagyon ritkán hallani a mai világban, legalábbis a fejlett országokban. Ugye ahol eleve inhinség van, ott nyilván ez is probléma, ez is felmerül a probléma részeként, de ez nem jellemző a nyugati világban. Na, és akkor a probléma áttekintése után elérkeztünk a következő lépéshez, a megoldáshoz. A videó következő részében mutatok olyan élelmiszereket, melyek nem csak nyomelemeket és vitaminokat tartalmaznak, de számos más olyan komplex vegyületet is, amelyek akár betegségek megelőzésére is alkalmasak lehetnek. És ha valaki belegondol, akkor ezzel sokkal jobban jár, mint egy valami fajta standardizált vitamin sorozat evésével. Én ilyenkor persze rögtön lesz olyan, akinek azt kezd el motoszkálni a fejében, hogy jaj, most biztos jönnek ezek a drága gyümölcsök, meg friss zöldségek, Paprika, paradicsom, amit én nem tudok megfizetni. Hát mielőtt valaki el akar most kattintani a videóról, ezt feltételezve, rögtön szeretném leszögezni, hogy olyan dolgokat fog most, fogok most megmutatni, még a pénztárcát se vágják telibe. Meg fogom mutatni, hogy a célzott táplálkozásnak nem kell egyidejűleg költségesnek lennie. Sőt, megkockáztatom azt is, hogy sokan olyan dolgokat fognak hallani egészen egyszerű táplálékokról, amiről korábban sose hallottak. Ilyen csoda étel a káposzta. Bizony, bizony. Azt hiszem ki lehet jelenteni, hogy a káposzta még mindig az egyik legolcsóbb zöldségféle, és azt is, hogy nincsen az étkezésünkben megfelelő helyen. Sokkal többet kellene belőle enni, és tessék kreatívnak lenni a konyhában, nem csak a szokásos, úgynevezett magyaros ételekre kell gondolni, melyek káposztával készülnek. Létezik a világ a töltött káposztán és a káposztás tésztán túl is. A káposzta, amelyet hasonló megjelenése miatt gyakran egy kategóriába sorolnak a salátával, pedig nem az, valójában nem rokon a salátának, hanem a keresztes virágú zöldségfélék családjába tartozik, és ezt érdemes megjegyezni. Keresztes virágú zöldségfélék. Melyek ezek? A keresztes virágú zöldségek, mint a káposzta, a kelkáposzta, a brokkoli, arról híresek, hogy tele vannak jótékony tápanyagokkal. Ha valaki próbálja javítani az étrendjét, a keresztes virágú zöldségek használata talán a legjobb kiinduló pont. A káposzta segíthet a sugárzás elleni védekezésben. A benne lévő hatóanyagok segítenek megelőzni a rákot és csökkentetik a szívbetegségek kockázatát is. Ezek most nem légből kapott kijelentések, ugyanis ahogy mindig, most is tudományos kutatási eredményekre alapozva mondom, amit mondok. Link a leírásban. A káposzta színe a zöldtől a vörösig és a liláig változhat, ugye a levelei simák vagy gyűröttek, lehet különböző fajta, mivel a kalóriatartalma mindegyiknek igen alacsony, ez egy olyan zöldség, vagy ezek olyan zöldségek, amelyeknek érdemes helyet csinálni a tányéron. Kevés szénhidrát, sok rost, nyomelem, vitamin, és plusz betegségek megelőzését segítő növényi hatóanyagok vannak benne. És ez nem csak a káposztára igaz, hanem az összes keresztes virágúra is, viszont nem akarom most a gazdag rokont, a brokkolit promotálni, mivel annak az ára jóval magasabb. Ha viszont valaki megengedheti magának, a brokkoli is kiváló minden olyan tekintetben, mint a káposzta. Először is nézzük át, hogy mely zöldségek tartoznak ide, hogy képben legyünk a keresztes virágúak családjával. Amit itt arugulaként láttok, az más néven rukola. Ez főleg, ezt főleg az olasz konyha használja, kiváló fűszeres csípős íze van fajtától függően, mivel speciális vagy nem kapható otthon, drága lehet. Viszont virágládában erkélyen termeszető magról vetve. A pak egy Ázsiában honos káposztaféle, a szupermarketes videóban láthattátok. A brokkoli otthon is kapható, nem tartozik az olcsó zöldségek közé, viszont a karfió pont azt tudja, mint a brokkoli, legalábbis a benne lévő hatóanyagok vonatkozásában. A kelbimbó egy gyakori nálunk, viszont például a torma és a retek ide tartozik a keresztes virágok közé, az már sokkal gyakrabban használt, ide tartozik a mustár is. Ez például magról vetve szintén jól nő virágládában és kiváló adalék salátákhoz. A kelkáposzta igen gyakori, legfeljebb nem tudjuk, hogy hogyan főzzük meg, hogy a benne lévő értékes anyagok ne vesszenek el. Erről később beszélek majd, anélkül, hogy főző tanfolyam már válna az adás. Na most a napa, nálunk kínai kelként ismert, ez az alapanyaga a kimcsinek, mely a koreai nemzeti étel, és ha valaki tud ilyet csinálni, az nagyon szerencsés. Nem csak káposztából, hanem jég, jégcsap retekből is készülhet. A jégcsap retek is keresztes virágú, tehát a biológiai hatásai hasonlóak, mint bármely félének. A piros retek is ide tartozik, sajnos szezonalitásánál fogva ez drága lehet, de ha valakinek van földecskéje, okvetően termeljen belőle. A képen a további zöldségek inkább Ázsiában honosak, a wasabita a japán tormaként ismerhetjük, mert sushi mellé adnak, nem véletlenül hasonlít az íz hiszen rokonok. Nézzük most meg a káposzta táplálkozásban betöltött szerepét, és tekintsük át a lehetséges egészségügyi előnyöket, vagy épp az esetleges egészségügyi kockázatokat hogy mindenféle gyümölcs és zöldség fogyasztását régóta összefüggésbe hozták számos káros egészségügyi állapot kockázatának csökkentésével. Számos tanulmány kimutatta, hogy a növényi eredetű élelmiszerek, például a káposzta, ezeknek a fogyasztásának a növelése csökkenti a cukorbetegség, az elhízás, a szívbetegségek és az általános halálozás kockázatát vitaminokat és ásványi anyagokat épp gyümölcsök formájában is bevihetünk, ugye? A gyümölcsökkel annyi a gond, hogy gyakran igen sok cukrot tartalmaznak, mégpedig fruktózt, melynek káros hatásai vannak. De ez nem azt jelenti, hogy dobd el az almát, amit éppen majszolsz a videó nézése közben. Viszont hogy a gyümölcsök mennyiségét nem lehet emiatt úgy megnövelni, hogy szeretnénk, például úgy, mint a zöldségekét, amit korlátlanul meg lehet emelni túl sok fruktóz ronthatja a vérzsírok összetételét. Például megemelheti a VLDL koleszterin szintjét, ami zsírfelhalmozódáshoz vezetett a szervek körül, és potenciálisan szívbetegséghez vezethet. Növeli a vér húcsav szintjét, ami köszvényhez és magas vérnyomáshoz vezet, zsírlerakódást okoz a májban, ami potenciálisan ugye az alkoholmentes zsírmájbetegséghez vezethet. Inzulin okoz, ami elhízáshoz kettes típusú cukorbetegséghez vezethet. A fruktóz ráadásul nem csökkenti annyira az étvágyat, mint a glükóz. hamarabb leszünk utána éhesek. Ennek eredményeként elősegíteti a túlevést. Na, annyit azért hozzá kell tenni a gyümölcsök védelmében, hogy a magas rost tartalom miatt még mindig jobb megoldás gyümölcsel bevinni a fruktózt, mint mondjuk valamilyen szirup formájában, melyeket élelmiszerekbe tesznek, édesítés céljából. No, a lényeg az, hogy a zöldségek mindenképpen jobb választásnak tűnnek az alacsony szénhidrát tartalom miatt. Térjünk tehát vissza a keresztes virágúakhoz, a jó kis káposztánkhoz. Egy a káposztában és más keresztes virágú zöldségekben található vegyületről kimutatták, hogy növeli a rövid távú túlélési arányt egyes sugárzással kapcsolatos állatkísérletek során. Egy a Georgetown Egyetemen végzett vizsgálat során patkányoknak halálos dózisú sugárzást adtak, néhányukat kezeletlenül hagytak, mások pedig napi olyan injekcióval éltek tovább, kezelték őket két hétig, ugye, ami a káposztában található vegyületnek megfelelő. Az összes kezeletlen patkány elpusztult, de a kezelt patkány több mint fele életben maradt 30 napon túl is. A kezelt állatokban magasabb volt a vörös és fehér vérsejtek száma, valamint a vérlebeszkék száma is, amit a sugárterápia gyakran lecsökkent. Úgy gondolják, hogy ennek a vegyületnek sugárvédő hatása van, tehát van remény arra, hogy a jövőben lehet ezt használni az egészséges szövetek védelmére a rák sugárkezelése során a káposztában talált egy másik potenciális vegyület, melynek rákellenes hatást tulajdonítanak, ez a szulforafán. Az elmúlt 30 év kutatásai kimutatták, hogy a keresztes virágú zöldségek rendszeres fogyasztása alacsonyabb rák kockázattal járt. A közelmúltban a kutatóknak sikerült kideríteniük, hogy a kéntartalmú vegyület, ami a keresztes virágú zöldsége kesernyés ízét adja, ami a szulforafán, az, ami a jelek szerint a rákellenes tulajdonság hátterében van. És egy pillanatra itt álljunk meg, emlékezzünk az NAC-re. Aki kipróbálta, valószínűleg észrevette, hogy eléggé ilyen kénes szaga van. A kéntartalmú vegyületeknek úgy tűnik, hogy fontos szerepük lehet a rákellenes hatások esetén. A kutatók jelenleg azt vizsgálják, hogy a szulfarafán képesek e késleltetni vagy megakadályozni a rákot. Molekuláris szinten ígéretes eredményeket lehet látni több típusú rák esetében, beleértve a melanómát, ez a rosszindultú bőrrák, a nyelőcső, a prosztata és a hasnyálmirigy rákot. És ez a molekuláris szint, ez azt jelenti, hogy in vitro, tehát kémcsőben működnek ezek a dolgok. Tehát további kutatásokra lesz szükség, hogy választ kapjunk arra, hogy valóban tudja-e ugyanezt a vegyület az emberi szervezetben is. Hát mindesetre én addig is eszem a káposztát, mint az őrült. És ti? A kutatók felfedezték, hogy a szulforafán képes gátolni a káros HDAC nevű enzimet, amelyről ismert, hogy részt vesz a rákos sejtek kifejlődésében. A HDAC enzimek leállításának képessége a szulforafán tartalmú élelmiszereket a rákkezelés potenciálisan hatékony részévé teheti. Egy másik tanulmányban, amelyet a Missouri Egyetemen végeztek, egy másik a káposztában, a petrezselyemben és a zellerben található vegyi anyagot az apigenint vizsgálta, és azt találták a kutatók, hogy csökkenti a daganat méretét, amikor az emlőrák agresszív formájából származó sejteket ültettek be egerekbe. A kutatók azt állítják, hogy az apigenint a jövőben a rák kezelésére lehet használni, mely során az egészséges sejtek nem károsodnak. Hát ez óriási áttörés lenne a vörös káposzta erőteljes antioxidáns antocianint is tartalmaz. Ugyanazt a vegyületet, amely más vörös és lila gyümölcsök és zöldségek élénk színét adja. Ez tehát a normál káposztafélékben lévő kedvező hatású vegyületekhez képest még plusz. Na most láttuk, hogy mind a vörös káposzta, mind a lila hagyma jóval drágább, mint a normál Vajon az ölségesek tudnak valamit az onkológiáról? Nos, a laboratóriumban kimutatták a kutatók, hogy az antocianinok lassítják a rákos sejtek szaporodását, elpusztítják a már kialakult rákos sejteket, és megállítják az új daganatok kialakulását. Nem ismert, hogy ezek a hatások működnek-e a rák megelőzésben vagy kezelésben embereknél, de hát ugye számos reményt keltő kutatás van, és bár ezek vagy in vitro, vagy állatban végzett vizsgálatok, tudjuk azt is, hogy ezek a kezdeti lépések, és további vizsgálatok esetleg tényleg pozitív eredménnyel kecsegtetnek emberi szervezeten belül is. Ugyanazok az erős antocianinok a vörös káposztában, amelyeknek rákellenes hatásuk lett, elnyomják azokat a gyulladástípusokat, melyek szív- és érrendszeri betegségekhez vezethetnek. A flavonoidokban gazdag élelmiszerek fogyasztását a szív- és érrendszeri betegségekből eredő halálozás alacsonyabb kockázatával hozzák összefüggésbe szakmai körökben. Kiderült az is, hogy egész kicsi mennyiségű flavonoidban gazdag élelmiszer is hasznos lehet ebben a vonatkozásban. Ugye ez a vörös színű valami, ami ezekben van, ez egy flavonoid. Na most emellett a káposzta magas polifenol tartalma, csökkenteti a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát azáltal is, hogy megakadályozza a vérlemezkék felhalmozódását, és szintén csökkenteti a vérnyomást is. Túl szép ez, hogy igaz legyen? Ez csak egy buta fej van szó. Ne feledjük, hogy honnan indultunk. A vitamin és nyomelem beviteltől. Nem jobb ezeket úgy bevinni, hogy a felsorolt lehetséges egészségvédő hatások is a rendelkezésünkre állnak? Az, hogy emberen végzett vizsgálat nincs, érthető okok miatt nincs, aki finanszírozza, nem azt jelenti, hogy a folyamatok nem működnének az emberi szervezetben. Működhetnek. De itt még nincs vége. A káposzta fogyasztásának népszerű módja a fermentálás, például a savanyú káposzta vagy a kimcsi. A probiotikumokkal teli fermentált ételek fogyasztása az egyik legjobb dolog, amit az immun és emésztő rendszerünkkel tehetünk. Az egészséges mikróbák savas környezetet hoznak létre az íz megőrzéséhez, az eredés során keletkező enzimek pedig megkönnyítik a vitaminok és anyagok felszívódását. A káposzta rost és víztartalma segít megelőzni a székrekedést és fenntartani az egészséges emésztőrendszert és a mikrobiomot. A megfelelő rostfogyasztás elősegíti a székletűrítés rendszerességét, ami döntő fontosságú a méreganyagok kiürülésében. A legújabb tanulmányok kimutatták, hogy az élelmi és az immunrendszer, valamint a gyulladásos folyamatok szabályozásában szerepet játszanak, következésképpen csökkentik a gyulladással összefüggő betegségek. Például szívérendszeri betegségek, cukorbetegség, rák, és az elhízás kockázatát. Hogyan lehet több káposztát hozzáadni az étkezésünkhöz? Nos, válassz olyan káposztát, amely a méretéhez képest nehéz. Győződj meg róla, hogy a levelek szorosak, mivel a laza levelek, hogy az idősebb káposztát jelzik, amiben nem biztos, hogy annyi hatóanyag van, mint szeretnénk. A káposzta a hűtőszekrényben legfeljebb két hétig tárolható. Tehát ez viszonylag hosszú idő. Most ugye káposzta fogyasztató nyersen is, de párolva, főzve, pirítva, töltve. Most a káposzta az gyakran társuló kénes szag, csak a káposzta túlfőzésekor alakul ki. Minél tovább főzzük a káposztát, annál erősebb lesz a szag. Eleve nem szerencsés egyik káposzta félét se túlfőzni. Emlékszem gyerekkoromból a szarrá főzött karfiolra, a karfiollevesben, napközibe, minden gyerek utálta. De ha épp addig van párolva, amíg picit roppanós marad, akkor a legjobb és a hasznos vegyületek sem károsodnak benne. A káposztát nyersen is lehet enni, például felvágva, vagy a salátaként, akár saját magában megfűszerezve, stb. Akár már zöldséggel együtt. Nem kell lesózni, és a szokásos magyar módon konyhai erőszakot alkalmazni rajta, ki csavarni, és nem tudom én mi. Ha dinsztelt káposzta készül, azt se és facsarjuk. A lével kimegy az összes hatóanyag. Na, gyors tippek még a több káposzta fogyasztáshoz. Például csepegtesd, csepegtesd meg a sült, apróra vágott káposztát egy pici olajjal, őröd borsa és darált fokhagymával, vagy ad hozzá ezt az apróra vágott káposztát egy friss zöld Ha főzöd, a főzés vége felé adj vágott káposztát bármilyen leveshez, vagy pörkölthöz például, a lényeg, hogy sose legyen agyon főzve, és ne legyen kifacsarva. A többi keresztes virágú zöldségfél esetén is hasonlóan érdemes eljárni. Picit párolni, és már lehet is enni. Karfiol, kelkáposzta nem kell a szokásos módokon elkészíteni, ez általában tönkre teszi őket, ugye berántott kelkáposzta főzelék, meg ilyen panírozott karfiol, meg ilyen rémes. Na, no, tehát ennyit szerettem volna ma mondani, még egyszer gondoljátok végig, jó drága pénzért venni multivitamint, ami valami fajta adagokat tartalmaz, amiről nem tudott, hogy tényleg jó vagy se, vagy pedig a legtermészetesebb módon olcsó, extra hatóanyagokat tartalmazó keresztes virágúval bevinni a, ezeket a vitaminokat és nyomelemeket. Hát én úgy gondolom, hogy az utóbbi sokkal, de sokkal értelmesebb dolog, Arról is beszél, hogy rost is van benne, ami nagyon fontos a mikrobiom érdekében. Hát ennyit szerettem volna mondani mára. Ha ma vagy itt először, kérlek iratkozz fel, mert jönnek még ilyen orvosi témájú videók hamarosan. És ha tetszett a videó, nyomj egy lájkot. Ha pedig támogatni tudod a csatornát, ezt nagyon megköszönöm. Ezt a Patreon nevű közösségi támogatói oldalon teheted meg, mennek a linkje a videó alatti leírásban megtalálható, ahol, még egyszer mondom, ott vannak azok a linkek is, amelyek a tudományos vizsgálatokra mutatnak, ezeket használtam föl ennek a videónak az elkészítéséhez. Mindenkinek jó egészséget kívánok, sziasztok!